És mond a Jákob, ó, ez egy ima, ó, én atyámnak, Ábrahámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, Jehova, aki azt mondtad nekem, tér vissza házadban a te rokonságot közé, és jól teszek veled. Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mert csak pálcámmal mentem valahát ezen a Jordánon. Most pedig két seregé lettem. Szabad is megkérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsahó kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt, és levág engem, az anyát, a fiakkal egyben. A 33. rész első versétől folytatom. Jákob pedig felemeli szemét és látta, hogy Ézsahó ő vala, és 400 férfi ő ővele. És megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákel mellé, és két szolgálója mellé és előre állítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákelt pedig és Józsefet leghátul. Maga pedig előttük megy vala, és hétszer meghajtá magát a földig, amíg bátyához jutam. kízó pedig elébe futamodék, megölelvén őt, nyakába borula, megcsókolá őt, és sírának. És felemeli szemeit, és látta az asszonyokat és a gyermekeket, és mondta, kicsodák ezek te veled. Ő pedig mond a gyermekek, akikkel Isten megajándékozta a -e szolgálat. És közelítének a szolgálók, ők és gyermekeik, meghajták magukat. Elérkezik Lea is az ő gyermekeivel, és meghajták magukat utoljára. Érkezik József és Rákel, és ők is meghajták magukat. És mondta Ézsau, mire való ez az egész sereg, amelyet elől találék? És felele, hogy kedvet találjak az én uram szemei előtt. És mondta Ézsau, van nekem elég jó öcsém, legyen a tiéd, ami a tiéd. Mondta pedig Jákob, ne úgy, kérlek, hanem ha kedvet találtam a szemeid előtt, fogadd el az ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcát látnám, és te kegyesen fogadnál engem. Vedd el, kérlek, az én ajándékomat, amelyet hoztam neked, mivel hogy az Isten kegyelmesen cselekedett én velem, és mindenem van nekem, és unszul őt, és elvevé, Ámen, Ámen. Ez a történet, mint minden ószövetségi történet, rengeteg ö, 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 spirituális üzenettel ö, ö, bír, és szem hogy ma is egy olyan csodálatos üzenetet kaptunk ebből a történetből. Lehet, hogy egy kicsit furcsájátok, hogy mi lehet ebből ö, olyan érdekes, de ha meg a végére jutunk, gondolom, hogy egyet fogunk érteni. Úgy kezdődik a történet, hogy szól az Isten Jákobhoz. És azt mondja Jákob, nem vagy jó helyen. Neked vissza kell menned az atyához. Túl távol vagy az atyához. Ez egy bibliai ősi igazság. Az egész Bibliát áthatja lényegében ez az üzenet minden problémára, és minden problémának igazi jókat, tudod mi? Hogy még közelebb kell kerüljünk az Úrhoz. Jákob annak ellenére, hogy Ábrahám minden áldásának az örököse volt, amíg lábánnál volt, becsapták, átverték, csalódott, nem, a házassága nem ment jól, rengeteg problémával és bajjal küzdött. És erre jön az Isten, és azt mondja, tudod mi a megoldás, Jákob? Szeretnéd, hogy az életednek ez a szakasza lezáruljon? Szeretnél egy új korszakot az életedben? Akkor elmondom, mi a teendőd. Menj vissza az atyai házhoz. Menj vissza közel az atyához. Ő nem volt haragba az atyával, hisz ő megáldotta indulás előtt, tehát békességbe váltak el. De a megoldás az minden problémádra, neked is, nekem is. Mindannyiunknak Közelebb kell kerülni az Istenhez. Azt mondja az ige egy helyen, hogy a, 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 a sóváróba várják, bocsánat, hogy az Isten, e, nézzük meg inkább az igét, róma levélben, mert minnyáján védkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mindenütt jelen való az Isten. Tehát nem mondhatjuk, hogy most, hogy nincs Isten mindenütt, de van egy de nem mindegy, hogy én milyen közel vagyok az Istenhez, és te milyen közel vagy az Istenhez. És azt mondja az ige, hogy az Isten közelségének a hiányában mi van? Szükölködés. Minden szükölködésnek a háttere, az oka az Isten való jelenlétének, a dicsőségének a hiánya. És ezt korrigálja Jákobnál az úr. És azt mondja, hogy te problémád az, hogy van az atyai háztól. nagy a távolság az atya is közötted. Közelebb kell kerülni az Istenhez. Mi emberek valahogy most ebben az időben arra vagyunk valahogy ráállva, hogy valami probléma van, ki okozta, ki a hibás, mit kell csinálni, hogy kell megbüntetni. Az Isten egészen más köppen közelíti meg. Nem, nem hibáztatja Jákobot, nem mondja, hogy megérdemelted ezt a húsz évet, hanem azt mondja, hogy szeretném, ha lezárnád ezt a húsz évet. És egy jó hírem van, bármilyen problémával küzdesz, akár anyagi, akár egészségű, akár házassági, akár minémű problémával küzdesz, ez az ige, a te igét. Azt mondja az ige, "Tér vissza a te atyádhoz, és én jót teszek veled. Az Istennek a jósága rád árad, minél közelebb vagy az Úrhoz, annál nagyobb kenet árad rád, annál nagyobb isteni áldás száll ránk. Mindenki szeretne, hogy őt áldja meg az Isten, de amíg távol vagyunk az Úrtól, vagy távol van az ember az Úrtól, nem tudja azt az áldást átvenni, mint az ő jelenlétében. Ez igazából a Bibliának a fő üzenete, erről szól az életünk. Nem a hibáztatás oldja meg a problémát, hanem az Isten keresés oldja meg a problémát. Mert Isten megígérte, jót teszek veled. Ez az ígéret a tiéd is. Mondjad a szomszédodnak, Isten ígéri, ha te közeledsz az Istenhez, Isten jót tesz veled. Jót, rád a jót. Mikor Isten valakit megáld, akkor az csodálatos. Ez a keresztény élet titka, közel kerülni az Úrhoz. Nem a gyülekezet bejárástól lesz egy ember keresztény. Nem attól, hogy a kórusba énekel, vagy esetleg a színpadon énekel. Nem külső dolgok teszik az embert keresztényé, hanem az Istennek a jelenléte. Ez egy különleges dolog. És igazából a mi dolgunk az, hogy egymást segítsük bejutni az Istennek a jelenlétébe. És te is bejuthatsz. Az új azért izgalmas, mert minden ember számára elérhetővé vált az Isten jelenléte. Te is, én is be tudsz jutni az Úr jelenlétébe. És mondjak neked egy titkot. Ha te bejössz az Istennek a jelenlétébe, nem létezik olyan kötelék, hogy ne égne le. A három ifjú is. Őket a tűzben opták, de mondja az új az hogy mert hittek az Úrban, oda jött a Krisztus. És mert ott volt az Úr, a tűz nem ártott nekik. És nem árt neked a, a, a kötelék, hanem lehullolod a kötelék. Nem tud az ördög meg olyan köteléket kitalálni, hogy te az Isten jelenlétében nem állana le. Amíg az Isten ereje rajta volt, de sámsonon, a kötelék nem tudott neki ártani. És lehet, hogy a mostani problémák előtted nagyon nagynak tűnnek. A titok az, gyere közelebb az úrhoz. Sokszor olvassuk az igébe, gyertek, jöjjet, jöjje, Máté 11, jöjjetek minnyájan én hozzá. Más helyen közeledjetek az Úrhoz. Az, hogy csak úgy járunk az Istennel, mondjuk, hogy van üdvösségünk, de addig, amíg nem vagy teljesen az Úr jelenlétében, addig, amíg a dicsőségbe nem jutunk be, addig nekünk az a dolgunk itt a Földön, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Közelebb, mint a tegnap, és a holnap közelebb, mint ma. Lábáni korszak minden embernek az életében ezzel kezdődik. Amikor a jó és a rossz vegyül egymással. Vannak terület, például Jákobnak az anyagi élete kitűnő volt. Nagyon meggazdagodott Lábánnál. De ha megnézzük, mi fájdalom érte. Csak gondolj bele, mit jelenthetett az, amikor a feleségével átverték reggel kell fel, se kiderül, egy más nő van ott, nem akit szeretett. És soha nem tudott helyre jönni ebből. Meg, és nem beszélve, nagyon hamar meghalt, akit szeretett. Drága barátaim, a házasságnak ez a titka, közel, ha mind a két fél közel kerül az Istenhez, nem tudod elkerülni, ne legyen csodálatos házas életed. Az Úrban működik jól a dolog, az Úr jelenlétében. Ez a probléma, megoldása. Nem mondtam ezt, a, de egy jó könyvet itt forgattam, de nem, nem reklámoztam. Kenneth hégennek a szeretet az út a győzelemhez. Nagyon talál a prédikációhoz, és nagyon hiszem, hogy igazot mond. És nagy dolgokra születtünk, ezt már a múltkor is mond, ö, idéztem, és újra mondom. Drága barátaim, ez a szeretnéd, ha lezárnál az életednek a lábáni korszakot lezárni? Va, van az életednek lábáni korszaka, ahol valami nem megy úgy, ahogy menni kéne. Tudod, hogy a Biblia azt mondja, hogy így kéne menni, de nem úgy megy. Mert rajta volt az áldás. De végül valahogy, de nem tudta mégsem élvezni megfelelően. Emlékeztek a guttaütött emberre? Mivel volt szerencséje a guttaütött embernek? Hogy volt négy olyan bátor ember, akik Megértették, hogy ezt az embert be kell vinni az Istennek a jelenlétébe, Jézus jelenlétébe. Mikor bekerült Jézus jelenlétébe, ez a ütött már nem volt ütött, mert meggyógyult. Tudod, meddig tart a gutteütöttség? Meddig tart a betegség? Bármi némű betegséggel küzdj Bármi némű betegséggel támadod meg az ördög. Szeretném elmondani, hogy csak addig bírja ki, amíg az Úr jelenlétébe bejutsz. Nincsen olyan betegség, amit az Úr nem gyógyít, nem tudna meggyógyítani. Most is az Úr gyógyít. Nem kell erről ködjél. Tudod, mikor Jézus feltámadott? Önneki nem volt sem magas vérnyomása, nem volt se szívbeteg, nem volt sem rákos. És a, feltá a vízkeresztségben mi kivel azonosultunk? Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Jézus Krisztusban te egészséget ígéreted megvan. Nincsen egyetlen egy betegségnek sem joga hozzád. Ha beteg vagy, nyugodtan tedd a kezedet ahol fáj. És most imádkozni fogok. Az Úr Jézus hatalmas nevében Istenek az ereje járja -e át a testedet, és gyógyítson meg téged. Tudod, mi a megoldás? Bekerülne az Úr jelenlétébe. De ugyanilyen helyzet volt a vérfolyásos asszonynál is. Ő hallott Jézusról, de valamit megértett, olyant, amit nem értett meg senki addig. Én be kell jussak az, az Úr jelenlétébe. És addig ciglizte az embereket, amíg bejutott. Szent Péternek egy kicsit felvitt a cukorkáját, de amúgy sikerült. Megérintette az urat, de mi, nem, lehet, nem otthon gyógyult meg, hanem benne az úr jelenlétébe. Ha bejutsz az úr jelenlétébe, meggyógyulsz. És tudod, mi a jó? Hogy most az Úr is eljött hozzánk. Itt vagy. Kinyújtod a kezedet. Nem az a lényeg, hogy mit érzel. Erről kögy. Ezt már csinálta sokszor. Lábánál ezt csinálta Jákob. Adott egyéb erőfeszítéseket, hogy közelebb kerülj az Úrhoz. Bekerülni az, úrnak, az Úristen jelenlétébe. És mikor bekerülsz a dicsőségbe, csak ez a te. Megérintett engem az Úr. Meggyógyultam. Szabad vagyok. Dicsőség az Úrnak. Ma is az Úr ugyanolyan. Tegnap, ma és örökké ugyanaz. És próbálták megállítani. A sokasság ma is próbálja. Maradj hátul. A nevet túlzásba. Hát annyi embernek körbeveszéd, ne Ez az, hogy nem lehetett leállítani. Péter nagy viharba volt. És nagy életveszélybe voltak. És ebben a viharban megjelenik Jézus. Bizony, elbizonytalanodott. Hát az elég nagy bizonytalanság, hogy Jézust összetéveszten egy, egy, egy kísértettel. És van olyan, amikor az ember elbizonytalanodik. Jó gyülekezetben járok. Jó helyen vagyok. Azt ne tedd fel, hogy jó nőt vettél el, mert elvetted a tiéd. A az, az, abban már nem bizonytalan hadszer. Arra rátették a pecsétet, az kész. A mennybe is be vagy kötve, úgyhogy. De lehetnek bizonytalansági gondolatai, mindenki járhat úgy, mint Péter. Te vagy, Uram. Nem te vagy. És akkor egy jó inspiráció mondat jött a eszébe. Uram, ha te vagy, én hozzád akarok menni. Olyan mondott, amit a világ történelemben addig senki még nem próbálta. Vizen járni. Nem mondta, hogy én áthúzok hozzád, nem, én a vizen akarok hozzád menni. Viharba, vizen. De akkor is hozzád akarok menni. És hozzáment az úrhoz. Az, hogy menet közben meg elsőjedett, az vesse a követ, aki ezt megcsinálta, annél, hogy elsőjedjen. Ami nagyon tetszett nekem az a történetben, hogy közel jutott Jézushoz, és ott sűrhetett el, ott már tudod ki, a Jézust elkapta, úgyhogy megúszta. De amikor bejutott az Úr jelenlétébe, minden teljes biztonságban volt. Drága barátaim, bármilyen jellegű problémával küzdesz, anyagi, házassági, egészségügyi, kapcsolati, hitéleti problémákkal, tudod mi a megoldás? közelebb kerülni az Úrhoz. Mert eljött az Úr, elküldte az ő szent szellemét. Azt mondja a Lukács 4.18-ban, hogy és az Úrnak szelleme van én rajta, mondja Jézus. Miért? Nézzétek meg. A szegényeknek az evangéliumot hirdessem, a töredelmes szívét meggyógyítsam, a foglyoknak szabadulási hirdessek, a vakoknak szemük megnyílását, és a lesújtottakat a szabadon bocsássam. Mit mond az ige? A helyreállítás. És azért jött Jézus, azért jött a Szent Szellem, hogy lehetőséget adjon, hogy bejutsunk az Úr jelenlétében, mert ha bejutsz az Úr jelenlétében, helyreállítja az Úr az életed minden területét. Minden területét száz százalékosan akar meggyógyítani az Úr. Száz százalékosan akar a helyreállítani az életedet. Száz százalékos helyreállástak az Úr. Az Úr nem változott meg. A testedet, lelkedet, egész lényedet megváltoztatja. Az Úr Isten jelenléte. Hát emlékeztek Mózesre, bejutott az Úr jelenlétébe. Igaz, hogy 40 napot maradt ott. Teljesen megváltozott. Majd napig is dicsőségben van az arcom. Illés is elkeseredett. Kezdett gondolkozni, az egész, hát én nem tudom, de nem, nekem nem működik. Másnak megy, de nekem nem működik. És ott mondott, amit mondott. Erre megjelenik az úrnek, és azt mondja, Illés, neked tudod, milyen bajod? Nagyon messze vagy az úr dicsőségétől. Vedd magad szépen, kelj fel, 40 napot menjél az úr jelenlétébe, és ottan többet minden megváltozott. Volt jövő, volt megoldás, volt gyógyulás, volt szabadulás, na nem szúrt a fenyőfa már akkor. Hidd el, minden bajodnak a megoldása az Istennek a dicsőségébe való bejutás. De ez az ége még, ez a történet még megmutat nekünk egy dolgot, hogy nem olyan könnyű bejutni az Úr jelenlétébe. Elméletileg egyszerűnek tűnik, és mégis... És Já Jákob azért nagy ez a történet, mert Jákob rögtön rájött. Azt mondja, uram, ez oké. Okay. Én megértem, hogy engem meg fogsz áldani, ha bemegyek atyámhoz, de van nekem egy nagy problémám. Ézsau! Van egy megoldatlan nagy problémám. Ézsau! Tehát az Isten áldása a cél, és ott, ahol én vagyok, közötte még van valami, és úgy hívják, hogy Ézsó. És az az igazság, hogy mindenkinek van Ézsó. Hát amikor a gutaütöttet vitték be Jézushoz, volt akadály? Hát fél házat le kellett bontsák. Amikor Péter a, a, a tengeren volt, volt akadály? Nagy hullámok voltak, hogy ne lett volna akadály? A, a, a vérfolyásos asszonynak volt akadály? Hogy ne lett volna? De legyőzte. És neked is azt mondja az úr, hogy győzd az akadályokat. Jákob, egyszer felismerte, nekem van egy nagy problémám. Ézsau. Az, az Istenhez való közeledésem és az én közöttem még ott van egy ézsau. És emiatt nem tudok bejutni. Egy rendezetlen ügy. Én nem tudom, hogy a te és a hogy hívják. De ha, választ, ha akarsz, hogy nagy választ, változást tegyen az életedben, félre kell tenni az Ézsau problémád. Le kell győzni az akadály, félre kell tenni. Szembe kell nézni. Húsz év után nem évült el. Nem úgy volt, ó, rég volt, azt ma vége felejtette. Tisztában volt azzal, ha én nem tudom megoldani az Ézsóval való találkozást, én nem tudok bejutni az atyám, nem tudom meglátni az atyám dicsőségét. Ez egy profetikus kijelentés volt. Ha nem tudod megoldani az Ézsó problémádat, nem tudsz közelebb kerülni az Úrhoz. Mindig vannak akadályok, neked is megvan az Ézsó, de az enyém is megvan. És mindenkinek itt a teremben megvan, amit meg kell harcolni, meg kell, le kell győzni, ahhoz, hogy eljuss az Isten tökéletes akaratában, a tökéletes terve szerint. Vannak, akinek a rendezetlen anyagi élete, például, ha kölcsönkérte valakitől pénzt, és nem adtad meg, hány év telt el, az a te ézsaud. És lehet, imádkozol, el, felejts el az úr, rendet kell csinálni. De lehetnek olyan, hogy kötelek fognak vissza, vagy titkos dolgok. Jákob esetében egy rendezetlen kapcsolat volt. Ő átverte a testvérét. És becsapta. És egy rendezetlen kapcsolat egy. Una. Una bukata. Nem kettő. Nem haragudt rá a fél Izrael. Egy ember. Elég volt arra, hogy meggátolja, hogy bejusson az atyának a közelségébe. És ezért rendkívül fontos, mert meg kell nekünk is először is szembesülni kell, hogy te választanod kell. Be akarsz jutni az Isten jelenlétébe? Akarod nagyobb áldás alá kerüljön az életed? Akarod tényleg, hogy a lábáni korszak lezáruljon az életedbe? Jobban akarod, mint a, mint a, a, a magad igazához, hogy Érdemes félretenni, mert az atyai áldásnál nincs nagyobb. Nincs csodálatosabb, mint Isten jelenlétében élni, és az ő dicsőségében. De szembesülünk azzal, hogy barát, az ézsó problémát meg kell oldani. Én nem tudom, mi a te ézsó problémád, de ezt szeretném mondani, az nem ember nem csak ember. És nem úgy oldotta meg, hogy uram, nem lehetne, hogy likidáljad, halna meg és ahogy tudnék nyugodtan hazamenni. Nem kell kihajon a félvilág, hogy te közelebb kerülj Istenhez. Nem kell kihajon a, nagy a, a, rokonságot, hogy anyagi áldáshoz juss, hogy valahogy az örökségetől hogy te kapjad az örökségedet. Elég hatalmas arra az Isten, hogy helyreállítsa az életedet. De szembe kell nézni az izsóval. Van, eltelt húsz év, és azt mondja az úr, most eljött a nap, rendezni kell a dolgokat. Mit elrontottál, helyre kell hozt. Mózes, neki is megvolt a maga akadálya, azt mondja az úr, Mózes! Menj! Én is meg a tenget, megyetek át. Ők se úgy mentek, hogy hát megyünk, mindig van akadály. Mózesnek ott volt a tenger. Józsefnek ott volt a jedikó falai. Minden embernek van olyan olyan, amit meg kell harcolnia. Van akinek ember, kapcsolat, van akinek egyéb. Jákobnak ez volt a problémája, hogy ő átvert valakit, és az a kapcsolat nem volt lerendezve. Nem állítom, mert semmilyen rossz ö, telefon nem jött be, nem azért mondom, mert valaki valamit mondott volna. Egyszer ezt, a, ezt a szívemre helyezt, ezt az igét. Nem lehet bejutni Istennek a jelenlétébe rendezetten kapcsolatokkal. Egy kapcsolatot, ha nincs lerendezve korrektől, nem tudsz bejutni az úr dicsőségébe. És ma nagyon-nagyon sok ember úgy gondolja, hogy járunk gyűlőbe, halleluja, mi megcsináltunk, amit tőlünk telik. Aztán mit érdekel? Azt mondja Bibi, amennyire rajtatok kell, minden emberrel békességben legyetek. És, ami, és el, ha az Úr ma rajtam keresztül szembesít, a tükrön keresztül elétbe tartja a tükröt, akkor lehet, hogy ez a te napod. Annyira tetszik, hogy Jákob nem magyarázkodik. Tudom, de Hát nekem megígérted igazából, ő megesküdött nekem, hogy én vagyok az első szülőt, aztán most kicsit keretén is besegítsek. Az az idő már lejárt, mikor magyarázkodni kell. Ma az az Úrnak a szava hozzád, hogy ismert fel, keresd meg, és tedd félre a problémát. És ha van az életedben olyan ember, akivel a kapcsolatodnak nincs lerendezve, akkor ma az a nap, amikor el kell döntened, hogy helyreállítod. Mert nem lehet úgy az atyához jutni, hogy az Ézsahóval, a, a testvéremmel a kapcsolatom nincs helyreállítva. Nem lehetne, Uram, hogy a nagy testvére egy kicsit tegyük félre? Nem lehet. Ez egyik legszebb része a keresztény életnek. Az Isten úgy csinálja, hogy kényszerhelyzet alakul ki. El kell dönteni, mit akarsz. Akarsz bejutni az úr dicsőségébe? Szeretnél úgy élni, hogy az úr elkötelezi magát, hogy jót teszek veled. Az Isten jósága árad rád. De ehhez neked is változtatni kell. Nézzük meg, mert ezt követően a kapcsolat rendezés receptjét is felolvastuk. Egy néhány olyan lépés van benne, ami úgy gondolom, hogy minden esetben működik, mindenkinél. De az első, amit látunk, hogy Jákob követeket küld ahhoz. Vannak olyan kapcsolatok, hogy nem hívhatod fel, hogy figyelj ide, szia öcsi! Na figyelj ide, nem beszéltünk 25 éve. Ez, most is emlékszem, milyen mocsok beszédeket nyomtál rám, szittál, de ki akarok veled békülni, de, de, emlékszem, úgy megsértettél, ez így nem megy. Mi emlékszünk arra, ahogy megbántottak minket. Ő emlékszik arra, ahogy mi megbántottuk őt. De ez két, olyan, mint a két gyors vonat elmegy egymás mellett, és abból soha nem ez békesség. Keres egy normális közvetítőt. Jákob tudta, hogy ha hazamegy találkozni Ézsóval, kinyírják. Küldött egy közvetítőt. Keres egy olyan embert, aki ismeri az illetőt, téged is, és a te nevedben elmondja, hogy figyelj, én szeretnék, szeretném, ha rendeznék a kapcsolatot. De ilyen rendezési lehetőség az SMS, ilyen rendezési lehetőség egy üzenet, egy levél, egy messenger, vagy mit tudom én -e, milyen platformon, egy kis levél. Dávid elindul, és azt mondja, hogy reggelre kinyírom Nábának mindenét. És a szolgák közül egy mondja, Abigail nagy baj van. Jön Dávid egy hadsereggel, 400 férfiúval. Ezek kinyírnak minket. De Abigail azt mondja, akkor megyek én. És közvetítek Nábán és Dávid között. És közvetített. És nem, hogy meghalt volna Nábán, hanem királyné lett Abigail. Abigail, tudod, mit jelent? Vidám ember. Tehát a lényeg az, hogy ne egy depressziós embert keres, aki a buskomorságba uh, uh, él napjait, figyelj, de beszélj vele, mit, végem van, hanem egy vidám fickot keres, egy vidám valakit, aki vidám és tud poénkodni, nagy humorral odaállít. Vagy amikor, jó, uh, uh, amikor jóabb, el akart érni valamit Dávidnál, akkor, akkor a Joab fogadott egy asszonyt, egy nagyon okos asszonyt, kioktatta és elküldte. És Dávid azt mondja, ej, nem a jó keze van benne, de hát igen, rájött a király. Rávasz vagy, de átnéztem rajtad. És megadta. Működik. Működik. Tehát az Isten jelenlétében, szeretnél beljebb jutni? De vannak az életedben rendezett ez kapcsolatok? Vannak emberek, akik haragusznak rád, és lehet, hogy te is hibáztál benne, nem csak ő. Mert azért általában, általában több oldala van a dolognak. Első dolog, hogy keres valakit. Második, amit látunk. Jákob pedig egyedül marad, és tusakodik ő vele egy férfiú hajnalik. A minden konfliktusnak van szellemi háttere. Azért mondom, hogy nem csak Ézsóval küzdött ő. Ez az Ézsó, ez csak egy gyűjtő szó. Egy, de egy, a megoldás egy spirituális harc. Egy láthatatlan harc. És megáldáz József, vagyis Jákob és küzd, egész hajnalig. Először is nem csak fizikailag kell találkozni, hanem mielőtt, mielőtt fizikálisan találkozol, először az imába harcol meg a dolgokat. Kiálts az úr, az uram, érizs meg, szabadíts meg, adj áttörést. Van, amikor egy egész éjszakát kell imádkozni. Van, amikor egy fél éjszakát kell imádkozni. De ne hadd fel! Tudod, meddig imádkozott? Van az imának egy hely, amikor lehet látni, hogy elértük a célt. Tudod, meddig imádkozott Jákob? Hajnal, ez igaz, de még van egy fontos jel. Talán még fontosabb, mint az, hogy hajnal volt. Amíg meg nem érintette őt az angyal, és ki nem fordította a csipőjéből. Valahogy éveken át nekem úgy tűnt, hogy eltörte a csipőjét. Most, ahogy nézem az ígét, nem tört el, csak kimozdította. Ja, Tudod, mi a csipő? Az ön igazam. Igazam van. Amíg azt gondolod, hogy igazad van, addig semmivel nem jutsz előbbre. Lehet, hogy igazad van, bediplomázhatod, keretez be, akarsz ki a falra, de nem tudsz bejutni az Úr jelenlétébe. Amikor a csipődet kimozdítja az Isten, tudod, addig kell imádkozni. Tudod, kire hatott legjobban az ima? Nem Ézsa úr először, hanem Jákobra. Tudod, kinek kell megváltozni először? Nekem! Köszönöm szépen, már voltak, akik ámment is mondtak. De ha most még egyszer mondanátok egy hatalmas ámment, akkor jobban örülnék. Kinek kell megváltozni először? Nekem! Ez Tereóba volt. Na ilyen se hallottam még. Kinek kell megváltozni? Nekem! Meddig kell imádkozni? Még én megváltozok! Az ima elsősorban engem megváltoztat. Amíg nem változtatott meg, az ima nem volt elég. Lehet, hogy hajnalig imádkoztál, akkor elég. Az az ima jutott célba, ami engem megváltoztat. És miben nyilvánul meg? Kifordít a csipőmből. Ha van a stabilból, igazam van, az igazamat még az Istennek sadom. Ne hallottatok ilyen dumákat. Hát igazából minden vitának ez a háttere. Mert ha tudunk engedni, azosságban tudjátok. Tudsz, megtanulsz engedni, egyszerű. Igazad van. Igazad van. Legyél boldog. Én tudom, hogy igazam van, azért engedek. Hát, hát tudom, akkor miért kellene erősítni. Csináljad. Én tudom, hogy igazam van. Engedd, hogy mozdítson ki az Isten. Én kimozdított állapotba. Mert nem csak az történt, hogy kimozdult, igaz, hogy kimozdított a csipőjébe, de még történt valami. Megáldotta az Isten az angyal. Azt mondta, hogy áldott leszel, és többet nem vagy te Jákob, hanem Izrael. Egy új ember vagy. Egy győztes, harcos ember vagy. Ez hozza az imádnak a következménye. Ez az imának következménye. Itt kezdődik a helyreállás. Nem Ézsauval kell, hogy az a hője dilló. Bár halt volna meg háborúban, ott egy háborúban, hogy vette volna ott a, a vagyarára, hogy mit kell, most te kínlódjak vele. Nem tudod, az is találkozott egy oroszlánnal. Nem. A csipőnek kell megváltozni. Annak a nagy kemény egónak, hogy nekem van igazam, annak kell megváltozni. A Jákobnak kell átváltozni Izraelre. Azért nem tud helyreállni nagyon sok kapcsolat, mert a Jákobban nem lehet helyreállítani a kapcsolatot, csak az Izraellel. Akkor számíthatsz az Isten természet feletti segítségére, beavatkozására, ha Jákobból Izrael lett. De ehhez a csipőnek el kell fordulnia. Lehet, hogy az emberek le, lesajnálnak akkor már, mondják, hogy ez handikapát, mert így, csántított. De inkább nézzenek téged handikapátnak, és az Isten áldása rajtad van, és olyan házasságod van, hogy csodára járnak, hogy lehet így élni. Hát persze, ez a, nekünk ez a természetes. Tényleg. Úgy élhetsz, hogy csodájára járjanak az emberek. Hát van erre esélyed. Hát te is keresztény vagy. Kereszténynek mondja magát a feleséged is. Ha mind a kettőnek ki van csavarva a dereka, akkor már nincsen probléma. Addig van baj, amíg a nagy nyakasság igazán van. Nekem is. És? És? Eljön egy nap, amikor el kell engedni egymást. Csak akkor, jó, de kár volt. Ha valamit újra tehetnék, akkor azt csinálnám, hogy nem vitatkoztam volna első pestő. Meg lehet tanulni. Kár, hogy én elég lassan tanultam meg. De itt tanuljátok meg gyorsabban. Szerintem ezt lehetne az esküvőn is eldönteni. Nem fekszünk le haragosan. Mondhatod, hogy úgy segítsen az Isten, ne, aludjak, ne tudjak elaludni. Ez jó áldás. Ez a Biblia, semmi pluszot nem kértem. Második pedig, hogy engedvén egymásnak a hibázást. Az belefér. És hogyha egymásnak megengedjük, hogy hibázzunk, nem, nincs az a kegyetlen. Azt mondtad, mondtam, hogy háromkor indulunk. Három óra, egy perc. Hát mi van ember, kivégzés van, vagy mi van? A hölgyeknél az öt perc ugyanannyi, mint neked a garázsba öt perc. Pontosan annyi. Mikor mondja, hogy öt perc, drágám jövök, azon 40 perc kb. fél óra 40 perc. Mert kiderül, hogy még nem tudom, milyen alapozó nem olyan, nem fog, hogy ez nem jön, jó, akkor másik, jó, harmadik, negyven, jön akkor az alapozó vakolat, lett, utána festész, pirosító, rózsaszítő, mit tudom én, akkor kell ugye kifesteni az órodat, a száját, a, a, a szemből, hát ez bonyolult. De amikor te a garázsban matasz, az is ugyanolyan. Ki van téve az ebéd? Jó, Öt perc. Kihűl, megmerezi kihűl, megmelegszik, odasült, megmelegszik, kihűl, és akkor jött. Jöttem, nézik. 50 perc, volt, öt perc. Csak még megmosod a kezedet egy normális munkába öt perc. Csak akkor miért kell elítélni? Lazán kell venni. Örülünk annak, hogy élünk, Tudom, hogy a magyar ember büszke arra, hogy ő csak az Isten előtt térdelne. Azt jól teszi, de térdelhetne többet. Annyira nem látszik a térdelő nemzet lennénk. Egy-egy fiatal kivéve, mert mostanában megjelentek, láttam a fiatalok többen, ki, ki volt térdelve a, a, a térdel, a sok imától azt láttam. Most már jön be divatba, de régóta nem láttam ilyent. Úgyhogy ezek rengeteget imádkozhatnak. Nem tudom, nekem még nem szakadt kell, és sok imátó, de ők ezek annyit imádkoznak, úgyhogy nagyon gratulálok nektek, vágjátok, hogy menjen. De, de hidd el, hogy akkor leszel áldott és boldog, hogyha az, mindig az imával kell kezdeni. Kell a közvetítős, a második pedig a, könyv, az, a kiáltás uram. Avatkozz be, és az Úr megszólal, téged akarok megváltoztatni. Engem. Ha ő a hibás? De én téged, veled akarok foglalkozni, veled akarom kezdeni. Van az az ének, hogy itt kezdődik el az új. Úgyhogy énekeljük úgy is, hogy itt kezdődik el az új. Mindig itt. Akarod, hogy Isten beavatkozzon? akkor enged, a avatkozzon be nálad először. Olyan könnyű mondani, kell erről a rossz szokásod, mindig idegesít. Nagyon jó, írjad fel. Akkor ahogy addak az úgy korrekt, hogy te is kell le egy rossz szokásodról. És rájössz arra, hogy te ez kell száz év. És még mindig nem biztos, hogy le tudok szokni róla. És akkor várod el másoktól. Úgy kell elfogadni a kedvest, ahogy van amilyen ah, szállat szakadtattál, olyan szaglászó egész életedben. Boldogan? Nem, azzal kezde, nem úgy áll a helyre az dolog, hogy nem baj, rajta van az Ábrahám áldása, aki engem átkoz, mondta nekem az úr, úgy meg átkozom én azt az, azt az út, hogy abból kuldul. Nem, tudta, hogy most nem, nem erről szól a dolog. Nekik kell változtatni. Tudjátok, hogy miért van annyi vita a gyülekezetekben? Azért, mert kevés az ima. Ilyen egyszerű. Sok ima, nincs vita. Kicsi ima, sok vita. Ilyen egyszerű. Házasságban is. Akarod, hogy nagyobb békesség legyen? Nagyon sokat beszél a feleséget, nagyon jó, azt hogy gyere imádkozzunk. Tegyed oda imádkozni, imádkoztasod, imádkoztasod. Neked olyan jól megy, imádkozzál, imádkozzál. Jól kibeszéltem magát utána. Te is elmondasz egy nagy ámen, boldog boldogan mentek tovább. Mindjárt jól fog menni. Én gondolkozok, mert egy olyan jó viccet olvastam ma, és nem ugrik be pont. Pedig ide találom felére emlékszem, de másikra nem. nem addig meg nem, kap, nem jut be egészen, nem mondom. Mert lehet, hogy ma nem az úrtól van. Következő, amit látunk, ami az imának a következménye mindig, nézzétek meg, mondd a Jákob, mert a te orcádat úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. Elolvasom még egyszer, mert nem jön, hogy higgy a fülünknek. Jákob mondja Ésaunak, akivel húsz évig haragba voltak, hogy mondja Jákob, mert a te orcádat én úgy nézem, mintha az Isten orcáját látnám. A következő nagy változás az imának a látásunk. Teljesen másképp látunk. Addig, amíg a patáját látod a másiknak és csak a hibáját, addig nem biztos, hogy vele van baj. Képzeld el, nem azt mondta, hogy most teljesen más szemmel nézzek rád, Ézsau. A, so, a hosszú idő megszépítette a dolgokat Ézsau. Hanem azt mondja, hogy úgy nézek rád, mintha az Isten orcáját látnám. Ha azt a testvért, akivel neked problémád volt, úgy látod, mint az Isten orcáját, a terészedől elhiszem, hogy meg, megtörtént minden. És meg is történik. De amíg a, másikban csak azt látjuk, hogy ez se csinálod, az se jó, az se jó, amaz jó, jó, higgyed el, hogy a szemeddel van baj. Azt az embert, aki, aki gyűrölte őt, halára kereste, és a meg ki akarta nyírni. Mikor meglátja, azt mondja, hogy úgy látom a te orcádat, úgy nézem. Úgy látta, miért? Mert úgy nézte. Elolvasom még egyszer az ígét, mert rendkívül fontos résztet van benne. Mert a te orcádat úgy néztem, mint az Isten orcáját látnám ahogy nézek rád, úgy fogom látni. Láthatlak úgy is, mint egy nagy ellenség, és úgy is nézhetek rád, mint az Isten, és akkor úgy fogom látni, mint az Isten országát. Nem tőled függ, hogy én hogy látlak, hanem be tőlem függ, hogy én hogy látlak. És tőled függ, hogy te hogy látsz engem. És tőlünk függ, hogy egymást hogy látjuk. Teljesen más. Egy új korszak. Szeretnéd a lábáni korszakot végleg ott hagyni? Tudod, meddig kell imádkozni? Még a szemünk is megváltozik, a látásunk is. Igaz, hogy sántikálva jött Jákob, de teljesen más látással. Addig úgy látta, ez az én konkurenciám. Amíg ez itt van, én nem tudok áldást lenni. Hogy lehetne valami megszabadulni tőle? Ettől naptól nem. Azt szóval mondja, úgy látom a te arcádat, mint az Isten orcáját. Nem gondoljátok, hogy itt azért volna itt kis változtatni való? Azért még van, mit imádkozunk, még egymást úgy látjuk, mint az Isten orcáját. Pár ima éjszakát azt hiszem, meg kéne csináljunk. Egy húzamba. Jákob, ez egy éjjel meg, meg sikerült. Higgyetek ér, drága barátaim, ha megtanuljuk egymást úgy nézni, ahogy Isten lát, teljesen megváltozik. Hogy látod a házastársadat? Mint azt, aki tönkretette az egész életedet, hogy törött volna el a lábad az eskü előtt? Erre gondoltál? Vagy pedig az a óriási szerencseért, hogy Isten megajándékozott ezzel az emberrel? Úgy láttam, mint az Isten orcáját. De még Izsó nincs megváltozva. Nem azt olvasom, hogy Izsó megtért, betöltekezett szent szellemmel, a glória fején volt. Nem egyszerűen Jákob lá nézése, járása nézése, igen, a nézése megváltozott, és akkor a látása is megváltozik. Tehát én döntöm el, hogy mit nézek benned? A hibáidat? És akkor a látásom is megváltozik. Minden, látása szelektív. Mert néz szerint van bennünk. És mi döntjük el, hogy mit nézünk? Tudod, mi dönti el? a szeretet. Mindig a szeretet dönti el, hogy mit látsz egy másik ember. Akit szeretsz, azt úgy látod, mint az Isten ország. Akit nem szeretsz, azt úgy látod, mint a drákot. Van annak szarva is, annak patája is, az ökör, hülye, marha, ütötte volna a vorat születése után másnap. És még, még úgy is ideges vagy. Ezt se temetnéd mérgetben. Ugyanaz az embert, ha szeretettel nézed, Isten ott szeret, látod benne. Miért? Mert az Isten képére és hasonlatosságára volt teremtve. Az Isten dicsősége ragyog vissza rá. Ha pedig nem az a látá, nincs benne szeretet, akkor látjuk a hibát. Ez ilyen, olyan, lehet. De nem az a kérdés, hogy milyen Ézsau. Nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy Jákob hogy látta, hogy nézte Ézsaut. Én nem azért vagy te felelős vagy én, hogy milyen egy másik testvéred. Nem. De azért felelős vagyok, hogy én hogy nézzem azt a testvért. Azt mondja a Biblia, hogy miért nézed a szárkát az a atyát fia szemébe. Miért nézed? Azért, mert van neked gerendád. Nem véletlenül annyi gerend a házban itt Székelyföldön. Van ebből a gyülekezetben is sok gerenda. Hát, azért az olyan. Igen, ha azt nézed, biztos, hogy van gerenda. És akkor gerendást tesz belőle. Hogy nézed? Hadd mondjak nektek egy három ígét, csak, csak hármat. Nagyon gyorsan, hogy Isten hogy néz rád? Tudtátok? Pontosabban a megtérésed előtti állapotodról fogom most beszélni. Hogy nézett rád az Isten, amikor eddig benne voltál a bűnbe, vagy eddig? Na, te hogy gondolod, hogy nézett át az úr? Követik, nézik? Hányan néznek? Csak ilyen kevesen néznek. Nem tudják, mit veszítenek. Tudod, hogy hogy nézett rád az Úr, amikor te még messze voltál az Istentől? Ja, Máté Evangélium 13. részében azt mondja az Úr, és elmenvén a gazda, és talált egy nagy kincset. Tudod, hogy látott téged az Isten? Amikor még a sárba voltál, ne, amikor még a bűnbe voltál, hogy találtam egy nagy kincset. Mondjad a szomszédodnak. de tudod, hogy kit talált az Úr? Te egy nagy kincs vagy. Hát hogy nem meritek egymásnak mondani, ha azt mondtam volna, mondjad, hogy milyen hülye vagy, az hamar mondtad volna, mi? Az könnyebb mondani. Te egy nagy kincs vagy. Te egy nagy kincs vagy. Te egy nagy kincs vagy. Ha nem hiszitek, nyis ki a Bibliádat, és olvasd el a Máté Evangelium 13. részét. És utána mond még valamit. Ugyan egy, az a, a, következő égevesben, hogy talált az ember egy, Drága gyöngyöd! Gyöngyi! Drága gyöngyi! Drága gyöngy vagy, azt mondja a Biblia, mikor még a bűnbe voltál már, így beszélt rólad az Isten. Most mennyivel inkább másképp beszél? Drága gyöngy! Mondjad a szomszadonak, drága gyöngyi! Ha hónaptól nem így mondod a feleségednek, drága gyöngyi! Drága? Abból a drágából? Drága? Azt mondja, drága gyöngyre talált. Nem azt mondta, valami ócskád, nem valami rosszad, nem egy selét darabot, nem egy selét golyócsapája talált, hanem egy drága gyöngyöt. Na most fogalmaz meg, hogy folytatja az ige? Ki emlékszik? Azt mondja, mikor visszaismétli Jézus, és miután megtalálta, eladta mindenét, hogy megvegye a, az igaz gyöngyöt. Azzal fejez, először mondja drága gyöngy, miután eladott mindent, mondja, hogy megvegye az igaz gyöngyöt. Még egy lépésre, tudod, hogy nézett rád az úr? Igaz gyöngynek. Mondja a szomszédodnak, nem elég, a gyöngyi vagy, még igaz gyöngy vagy. Hú, de vigyázz, mit mondtál most. Igaz gyöngy. Ez azt jelenti, hogy megigazított az ó. Isten már téged akkor igaznak látott, amikor még távol voltál. Tudta, hogy egy nap meg fogsz térni, Jézus vére meg fog mosni, és igaz gyöngynek látott. Nem mondta, jaj, itt összeszedtük valahonnan. Csodálatos az úr. Csodálatos látása. Drága, kincs, drága gyöngy, és utána pedig igaz gyöngy. Meg, nem, nem hiszed a Bibliában? Kíváncsi vagy? Mát evangélium 13. rész, ha jól emlékszem, 42-43. versek alól ott van. Kincs, drága gyöngy, igaz gyöngy. Így látott az Úr, világiként, amikor te gyorsan ott a mentél a pokol fele. Utána küldte az úr valamelyik angyalát, azt mondja, keresd meg a földbe, mert ott van az a drága gyermek. Ott van az én drága kincsem. Most, után megmosott Jézus vére, megbocsátotta az úr a bűneidet. Gondold el, hogy most! Csak ki kellett, én is köpjem a régi gyöngyöket. Ez valami még kehez gyöngy volt. Most képzeld el, hogy most, most hogy nyilvánított téged az Úr. És akkor kérdem tőled, nem nekünk kellene a látásunkat megváltoztatni egymásról? Ha az Úr igaz gyöngynek nevezi a testvéredet, akkor én hogy nevezhetek hamis gyöngy, hamis gyöngy vagy? Hogy az ocska Most vertelek át a kínaiakkal. Az Úr nem hamis gyöngynek lát téged hanem igazgyönnek. És akkor kinek, hogy kell nekünk látni, akkor Já Jákob jól látta, és azóta nem jól látta. Am akkor, amikor egymásnak a hibáit látjuk, ez ilyen olyan amolyan, akkor látjuk jól, vagy amikor igazgyönnek látom. Ezt hű barátom, Istenem irgalmaz nekünk. Itt van mit javítani, héj. De higgyétek el, innen indul el, hogy látjuk egymást, hogy értékeljük egymást, hogy tiszteljük egymást, hogy becsüljük egymást. Ha úgy elkezdjük, mint hogy Isten becsül bennünket, minden, mert egy igaz gyöngyet, hogy bánsz egy gyöngyel? Beteszed a zsebedbe, abban még, amiket a Maros estibe voltál előtt, ezt most már beteszed a gyöngyöt? És ha pont lyukas volt, ötven is a kinyukasztották. Ne, a gyöngyöt, az dobozba árulják az bársony dobozkába, be van ráírva, van egy igazolvány, hogy ez a gyöngy igaz. Igazoljuk ezzel a pecséttel. És a te testvérednek van egy ilyen igazolása, Jézus vére megmosta, igazolja Jézus. Csodálatos. Akkor ki vagyok én? Ki vagy te? Ki vagyok én? Ki vagyok, hogy a másik emberről mást mondjak? Az úr igaz gyöngynek nyilvánított az ő vére által. Dicsőség az Úrnak. Hát, hogyha két igaz gyöngy elkezd beszélgetni, mondja, te gyöngyikém, hogy vagy? Csodálatos. Hát, te hogy vagy gyöngy szemem? Csodálatos. Aki gyöngy, gyöngyi beszélget a gyöngy, gyöngy beszélget gyöngyivel. Gyöngyi a gyöngyivel. Csodálatos. Nagyon értékelnek, hogy Ilyen szerencsém van, hogy az Isten ilyen értékes emberrel ajándékozott meg engem, mint te. Virágot összejártam volna, se kaptam volna jobbot. Egy halálúját mondtak, de egy ámmen nem. Úgyhogy még van, mit prédikáljak. Isten irgalmazzon meg nektek. Csodálatos dolog, az isteni látást elbírni, miért mondja Jézus, a Biblia a porfolytán, a, 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 a szézselyás, nem mondja, hogy azért, hogy amilyen távol van az ég a földtől, olyan távol van az én gondolataimat éjtekhez. Mert mi megszoktuk, szinte profik vagyunk egymásnak a hibáit látni, egyből diagnózist kiállítani, ez nem jó, az nem jó. Az Úr pedig egészen másra azt mondja, hogy ez egy igaz gyöngy. Hát jó, de, de hát a sárba? a tegnap a ganyidombon volt. Lehet. De azt a gyöngyöt megkeresik, utána elmegmossák, és nem akármivel, hanem Jézus vére mosta meg ezt, és, be, és egy csodálatos igazolvány jár hozzá, és egy Jézus vére. Dicsőség az Úrnak! És ha így elkezdjük egymást látni, higgyétek el, a kapcsolatot nagyon hamar megoldódnak. Mert egy öngyel kapcsolat nem engeded meg magadnak, hogy megtapost. De az, ha rátaposod egy másik emberre, azt jelenti, hogy őt nem gyöngyinek látod, gyöngy és nem igaz gyöngynek. Hanem valami mocsok, rosszféle, oh, rosszféle, rafinált, rosszféleség. Az a rafinált, rossz rosszféle, rossz fajta. De az Úr nem így lát? Ne tévezd össze azzal a sárral, amiben betaposták, mert lehet, hogy nem csak őt, hanem minket is az ördög már rég beletaposott, és a sors. Valakit a ganélébe tapostak bele, valakit a sárba, de nem úgy jöttünk az Úrhoz, hogy már ki voltunk mocskosan, sárosan. De az Úr ezekért jött? És megtisztítja. És az is már megvan írva, hogy hogy fogsz kinézni. Nem lesz rajta semmi hiány. Semmi, semmi, semmi. Dicsőség az Úrnak. Hát nem fantasztikus. Hát ne hülyéskedjetek. Hát ez egy fantasztikus üzenet. Hát az Úr szeret minket. Így lát bennünket az Isten. És ez segít abban, hogy egymással a kapcsolatot helyreállítsuk. Nem olyan, én, én megvallom ezt a vad, vademberrel, ökörrel is valahogy kibírom, uram, meg, meg, megértettem, ki kell bírjam. Jó, nem válok el, mert keresztén vagyok, de remélem meg a ha hamarabb, mint én, uram, kérlek, így Aztán Ez nem így megy a kereszténység emberek. Nem erről szól, hanem arról, hogy elkezdelek értékelni. És ha nem úgy látod, hogy az Isten, akkor én arra kérlek, hogy a mai napon szánd magad oda egy más típus imára egész addig, míg a látást elnyered azt, ahogy Isten lát téged, és látja őt. Magadat is látsz kincsnek, mert az vagy. Lehet, hogy letapostak, lehet, hogy bedobtak a kanálisba, lehet, hogy ráthúzták a budit, de akkor is kincs vagy. És egy nap kiszed az Isten, és nem lemossa. Ma egy olyan világot vagy, élünk, ahol tapossák a gyöngyöket. Az úr áldja meg a polgármesterünket is. Nagyon sokan tapossák. De az úr emelje még magasabbra fel. ha tőle az ő új akaratával megegyezik, újra nyerje el a választást. Nagy fölényjel. És szégyenítse meg a hazug troger embereket, akik a hazugságra építik a kampányukat. Nem politizálunk itt. Csak a gyöngyökről beszélek, hogy ma az értékes embereket divat letaposni. De ne engedd, hogy letapossanak, és ne törődj azzal, te ne légy ennek a társa, hanem mi legyünk azok, akik egymást értékeljük. Milyen jó. Köszönöm, uram. Engem is egy gyöngyszemű alakítottál. De tudd meg, hogy szerencséje van a társadnak is, hogy ilyen ember van mellette. Gyöngyszem? Az még lehet, hogy nem olyan csiszolt még, mert ugye a gyémánt is tudod, meg van, az nagyon nagy kincs, de azért sokat csiszolják, még lesz belőle formás, és hát azért, hogy körülbelül egy élet kell, amire szépen lecsiszolnak. De az úr már most úgy lát, mint egy csodálatos gyöngyszemet. Nem azt mondom, ma, fiam, 25 év után, megnézzük. Miért elmegy az ember és talál egy csodálatos kincset? drága és igaz gyöngyöt. Most olvasom el az ígét, minye. És mondja Jákob, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcát látnám. Mennyivel könnyebb úgy beszélni egymással. Drága barátaim, az Úr kenje meg mindannyiunk szemét, mert mondja hogy ige, meg a te szemedet, szemgyógyító írva. Mert a mi ősi öröklődésünk, apánktól, anyánktól örökölt látás, hibaorientált látás, ez se jó, az se, jó. és lehet, hogy olyan mind mindig igaz. Nem azt mondom, hogy az nem igaz. Én azt mondom, hogy ha sáros egy gyöngy, akkor igaz, hogy sáros, koszos, alig látszik a gyöngyöt belőle, de attól az akkor is gyöngy. Hát most nem akartam ezt a példát, de nem rossz. Itt van egy százlés. Ha én ezt letaposom, attól száz Pont olyan értéke van. Nem az a hibás. Nem te vagy a hibás, ha letapostak attól az értéked ugyanannyi. És az úr így akkor is értékel. Ne csatlakoz azokhoz, akik tapossák a kincseket. És most arra kérlek, hogy azt a testvére gondoljál, akivel a legtöbb bajod volt eddig a földi életbe. És kezd el úgy látni, hogy az Isten látja. Lehet, hogy még messze van az úrtól. De ha rokonod, akkor már kegyelme van. Azt mondja a Biblia, hogy ha a, a férfiú szent, megszenteltetik az egész háznépe. Szent a felesége. De hogy lehet feleség, mikor úgy káromkodik, mint egy kocsis. Azt az állapotáról beszél már az Úr, amit ami lesz, azt jelenti, hogy ha ő fog kegyelmet kapni, mert minden az egész családod az Úr nép tanítványa lesz? Addig meg ki kell bírni. Tűrni kell, szeretni kell, szeretni kell, mikor befejez, mikor már ez elfogy, akkor veszed a nagy szeretedet, hosszú türelmedet. És mit kell csinálni a Gyöngyel? Értékelni. Mm, Drága, bársonyozni, jaj, de gyönyörű, csodálatos! halleluja. Ki a hibás? Ki a felelős, hogyha letapossa, aki letapossa a gyöngyöt, vagy aki értékeli a gyöngyöt? Nem az a hős, aki letapossa a gyöngyöt, hanem az a hős, aki felismeri a gyöngyöt, aki értékeli a gyöngyöt. Szóval még van jó vastag kenet kell, amíg úgy látjuk az Ézsaókat, mint az Isten orcáját. Eddig akarod, hogy az Isten jelenlétébe bejuss, ez egy feltétel. Amíg a félgyűlit hülyének nézed, és ha nem volna te egy normális se volna közöttünk, addig ne csodálkozz, hogy Isten nem tud megáldani. Mert ő nem a normálisokért, hanem a bűnösökért. Azt mondja, jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megfáradtatok. Nem a hősöket várja az úr hanem azokat, akiknek szükségük van kegyelemre. De ma is az Úr itt van közöttünk. Öt, a következő lépés, most már lassan befejezem, mert látom, hogy elment az idő. És nem elenyésző. Tudjátok, mit csinált még Jákob? Egy hatalmas nagy ajándékot adott neki. Vedd el, kérlek, az én ajándékomat. Tudod még, mit csinál az, az ima az emberrel? Ajándékra ösztönzi. Nem sarcot fizetett neki, nem lefizette Ézsaut. Többször néztem az ige, használja azt, hogy ajándék, ajándék, ajándék. Az ima megváltoztatja az embert az egoizmusból, amikor minden nekem, és ami marad, az meg ma csak nekem. Az ima, tudod, mit tesz belőled? Ajándékozó emberre tesz. És ki az a fő személy, akit kell ajándékozni? Az én zsaudat. Nagyon nagy csendesség. Ilyen csend csak még a teremtéskóvót. Az ima ajándékozóvá tesz téged. Az ima ajándékozóvá tesz. Azért van annyi haji szé, mert kevés az ima. Van olyan, hogy megenné a pénzt, ha megtehetné, ne, hogy nehogy valaki más. Hát nem csoda, hogy a fogászaton annyi probléma van, mert mindra íverik a fogukat. Be van tőle csomó embernek a foga, mert a pénzt ott tartja. Drága barátaim! Jákob egy hatalmas nagy ajándékot készített. Egy vagyont. Százassával a juhokat, kecskéket, tevéket, tehereket. És kérelte, nem mondta, hogy hát én most már igaz rád szántam, de láttam, hogy meg vagy, meg, vagy nyugod vagy, hogy csak úgy gondoltam, hogy ha kell, de ha nem kell, nem erőltetlek. Nem kell. Na jó, 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 maradjon kérelte, rímánkodott neki, hogy megajándékozhassa. Magadra ismerték, gondolom, te is így szoktál ajándékozni. Ezért mondom, ezt addig gyakoroljuk Hát mondom, hogy még messze van a vége, azt érzem. De azért el kell kezdeni. Az ima ilyen emberré tesz, hogy te kéred, hogy a másiknak adjál. Igaz, azt mondják, hogy minden szennek maga felé hajlik a keze, de Azért Jákobnak, nézzétek meg, és tudjátok, hogy miért ajándékozott? Azt is elmondja. Nem azt mondta, hogy mert megérdem lett. Nem. Hadd mondjak nektek egy titkot. Vedd el, kérlek, az én ajándékomat, amelyet hoztam neked, mivel hogy az Isten kegyelmesen viselkedett, cselekedett velem. Mert az Isten kegyelmes volt hozzánk akkor nekünk is a, a, a egymás iránti kegyelmet mibe kell kifejezni? Ajándékokba. Ha csak azt adom a testvéremnek, amivel tartozok, amit muszáj, hello, áldjon az úr. Köszöntöm, mi jólba vagyunk. Nem, jár, nem, akkor ez nem az. Ő azt azt, azt keresd, hogyan tudnék, mert az Úr kegyelmet tett velem. Hányatokat volt kegyelmes az Úr? Mert kegyelmes volt hozzánk az Úr, akkor mi, ha elkezdünk imádkozó életet érni, tudod, mi lesz belőlünk? Hatalmas adakozó emberek. És fogod kutatni, hol van az az Ézsahó. És akkor gyűjtöd. Abban, ahhoz mérten, ahogy megáldott az Isten készíts ajándékot. Semmi baj. Nem anyósod emleget, ne aggódjál. Csak én mondok olyanokat, hogy csuklanak tőled. Elhiszem, nem volt könnyű prédikáció. De hiszem, hogy hatásos. Mikor ajándékot kell adni, hogy persze, hogy csuklik az ember. Nem megértem. Még a zseber is remek belé. Én! Annak ennyit keserített, még ezek után ajándék. Hát ne csinált pásztor, nem igaz. Nem kötelező, amit mondtam, egy sem, semmi. Csak szeretném kérdezni, még mindig szeretnéd a lábáni korszakot lezárni, és az Úr jelenlétéből bővölködni, és az ő áldásába? Megéri. Drága barátaim, megéri. Kezd el csinálni, kezd el, kezd el beépíteni, és meg fogod tapasztalni, hogy az Úr, nézd meg, mit, hogy fejeződött be. Még, még azért egy kicsit időt, nem tudom, mióta beszélek, még gyorsan akkor rákapcsolok még egy picit. Zákeus, mikor megtért, tudjátok, mit csinált, mit mondott Jézusnak? A vagyonom felét szegényeknek adom. Amikor val amit valakitől elvettem, négyszer annyit adok. Nem mondta Jézus, hogy, hogy ide a lovét kérem. Nem. Ezt érezte, hogy ezt neki tenni kell. És utána Jézus válaszol. Mit válaszol? Ma lett ennek a háznak. Isten mindig válaszol arra, amikor mi nem a testünk és a okosságunk szerint, hanem az. az az ige indítása szerint cselekszünk. És azok olyan emberek felé, tesz, emberek felé teszünk jót, akikkel lehet, hogy eddig nem azt tettük. És utána pedig tudjátok, hogy nagyon meghajol előtte, ez is egy fontos része. Nem lehet kapcsolatot helyreállítani addig, amíg az ember nem hajol meg. Miért tudott meghajolni, Jákob? El volt mozdítva a, a csipője. Én nem tud ember meghajolni. Azért, mert kemény a csípője. Csót van a derekában, igen. De én egyet kérek, ne várd meg azt az állapotot, amikor az Isten hajt meg. Az nem jó. Nem ez az Isten akarata. Ma, ha hallod az ígét, aráz meg magad. Oké. Okay. Nem egyszer hajolt meg, hanem hétszer a földig lefeküdt. És olyan előtt, aki előtte halára kereste. De tudod, mi lett a következménye, nézd meg. Ekkor Ézsó elébe futamodott, megül előtt, nyakába borultak, megcsókolta őt, és sírának. De nem itt fejeződött be a történet, mert ha itt fejeződött volna be, akkor egy kicsit sántítana. De nézzétek meg, hogy fejeződött be, közben a dicséret kérem, hogy jöjjön fel. És mondta, és ezek után, ezek után, miután Ézsóval rendezte a kapcsolatát, eljut Bételbe. És meg, mit mond neki az Úr itt. És mondja neki az Isten, a te neved Jákob, de ne neveztessék többi a te neved Jákobnak. Lejárt a Jákobi korszak, lejárt a Lábáni korszak, a te neved Izrael. És mondja neki az Isten, <kül> én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél, sokasodjál, népek sokassága legyen te tőled. Királyok származzanak a te ágyékodból. A földet, amelyet adtam Ábrahámnak, Izsáknak, neked adom. Utána pedig a te magodnak adom a földet. És felméne őtől az Isten azon a helyen, ahol szólott vele. Amikor látta Isten, hogy Jákob, Végig ezen az úton, meghajolt az Ézsau előtt. Az Isten maga lejött a mennyből, hogy áldja meg. Csodálatos találkozás. Bonzo, Hány önnek volt aktuális? Kérlek, hogy álljatok fel, és szeretnének egy imába bevezetni. Van itt olyan, akinek van Ézsauja az életében, és aktuális volt? Felmegyek, mert én alacsony növésű vagyok, mint Zákeus. Ebben én is hallom. Mi nem vagyok gazdag, mint Zákeus, de már hasonlítok hozzá. Hányan vagytok, akinél aktuális volt a mai üzenet? Akkor kérek, hogy mondjátok velem együtt. Menj, atyám! Hálákat adod neked, hogy foglalkozol velem. Én megalázom az én szívemet, mert hallottam a te hangodat, és meg is cselekszem a te igédet. Uram, engedj be a te jelenlétedben! Nincs fontosabb számomra, mint hogy a te jelenlétedbe legyek. Én megalázom magam, teljes szívemből, és bocsánatot kérek, hogy embereket, testvéreimet, embertársaimat nem úgy láttam, ahogy te látod, nem kincseknek, nem gyöngyöknek, hanem köveknek néztem. Haragudtam, nehezteltem. De én a mai napon megváltoztatom az én látásomat. Add nekem a telátásodat, uzam. Én úgy akarok nézni, ahogy te látod. És kérlek, hogy kennek meg az én szememed. Változtass meg a jellememed. Nem ragaszkodok a magam igazához de ragaszkodok a te jelenlétedhez, életem minden napján. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen! Amen! Dicsérjük az Urat!